kértem az Urat, hogy áldja meg az ígét részetekre, és hogy szolgáljon lelki táplálékul az az ige, amit én kiválasztottam számotokra ezen a napon. Tőlem nem minden függ. Tudjuk azt, hogy a valaha ezen a földön járt nagy tanító, az Úr Jézus is, az Úr Jézusról is megírták, hogy szegényeket bocsátott el kincsekkel megrakva, és gazdagokat bocsátott el üresen. Tehát a hallgatóságtól is nagyon sokat függ, hogy Isten igéje táplálékként fog szolgálni nekik, vagy nem. Egy történetet mondok el nektek ezzel kapcsolatban, és aztán rátérünk az ígére. Még a II. Világháború közvetlen előtte történhetett, ahogy nekem elmondták gyerekkoromban az őseim, hogy valamelyik nagy evangelizátor, már nem emlékszem pontosan, hogy Csehovszki vagy Konrádi, valaki Bukarestbe érkezett, és evangelizációs előadásokat hirdetett meg. De mivel akkor zavaros idők voltak, egyik estére a csendőrség lekapcsolta, és persze nem tudták az összegyűltek, hogy mi újság van, az előadó nem tudott eljönni. Mit tegyenek, nagy szorultságukban volt már Bukarestben az advent egyháznak egy pár tagja, köztük volt egy idős Schuster bácsi. Arra kérték, hogy mondja el már a megtérésének a történetét. Ja, és ne felejtsük el, hogy ezekre az alkalmakra meghívták a királynét is az ő kíséretével. Szóval nem akármilyen alkalmak voltak már a jelenlők részére. Kiállt a bácsi egyszerű szavakkal, de lelkesen elmondta az ő megtérésének történetét. Aztán véget ért az alkalom, hogy szokás, énekeltek, imádkoztak és eltávoztak. Következő alkalomra ott volt a világjáró evangelizátor, szép előadást tartott, és az eltávozásnál, ahogy szokásos, üdvözölte a vendégeket. Aztán a királynétől megkérdezték, ő vagy aki vezette le, nem tudom már, hogy na, hát jól érezte magát, jó volt az előadás. Azt mondta, igen, nagyon szép előadást tartotta az előadó, de azt az idős bácsit, aki a tegnap este beszélt, őt még szeretném hallgatni. Nos, ezzel a történettel a háttérbe fogadtam el azt, hogy egy ilyen cserébe belemegyek, hogy eljöjjek siófoki testvérekhez is. Bevezető ígékként, gondolatként keressük meg a Márk evangélium a 4. fejezetének a 30, 31. és 32. versét olvasom. És mondta, mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példában példázzuk azt? A mustármaghoz, amely mikor a földbe vetik, minden földi magnál kisebb, és amikor elvettetik és felnő, minden veteménynél nagyobb lesz, és nagy ágok hajt úgy, hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak. Bibliát ismerő emberek vagyunk, ezért úgy beszélek hozzátok, mint akik ismeritek a Bibliát. Tudjuk azt, hogy az Úr Jézus sohasem beszélt csak úgy, hogy mondjon valamit, hogy az időt elcsapja valamivel. Hanem az Úr Jézus mindig tanítási szándékkal mondott valamit. Felteszem azt a kérdést, vajon miért mondta el az Úr Jézus ezt a rövid példázatot, és semmi más elemet nem vitt bele. Tudjuk azt, hogy amikor a tékozló fiúról szóló példázatot elmondja, még mielőtt befejezni a példázatot, egy másik elemet visz belé, a nagy testvért. Aki nem örült, úgy, mint ahogy mindenki örült. Nos, ebbe a példázatba az Úr Jézus nem szőtt bele semmi ilyen elemet. Csak elmondta, amikor példát keresett arra, hogy szemléltesse Istennek országát, és a társadalomban nem talált. Mert azok a kormányzatok, amelyek akkor léteztek, és ma is talán léteznek, ezek nem voltak alkalmasak arra, hogy szemléltesse Isten országát. Polgári társulatok,
nem szolgálhattak például erre, de közben, mint az Úr Jézus kérdezte hallgatóságától, hogy mivel is szemléltessük Isten országát, az ő szemeit a környéken legeltette, és meglátta a majdnem fának nevezhető mustárd növényt, mert ez úgy, ahogy elmondta az Úr Jézus, amikor elvetik a zöldségek, a zöldség magvainak az egyik legkisebbje, de amikor felnő, mindennél magasabb. Úgy olvassuk a Krisztus példázatai című könyvben, hogy amikor az Úr Jézus a környéket figyelte, látta a mustár növényt, amely fának is beillett már, hogy a gabonákon felül fejlődött. Nem tudom, ismeri-e valaki az itt nálunk termesztett mustárnövényt. Szeretném elmondani, hogy ez nem az, amiről az Úr Jézus beszél. Valaki ott járt, ugye, ahogy mondják, a Szentföldön, és hozott egy pár magot egy kis dobozba, és megmutatta nekem. Körülbelül úgy nézett ki, mint a mák, a magja. Aztán, amikor elvetik, azt már csak képen mutatta meg, hogy hatalmas lett, úgy, hogy az Úr Jézus is elmondta. Nos, miért mondta el az Úr Jézus ezt a példázatot? Úgy, ahogy mindig hallgatóságában ott voltak a farizeusok. Ez alkalommal talán többen is voltak, mint máskor. És az Úr Jézus látta, hogy maguk közt pusmognak, meg főleg gondolkodnak, és miről is gondolkodtak ezek az emberek. A Krisztus példázatai című könyvből olvasom fel, mert ez jobb, inkább szeretem. Ők megvetőleg figyelték, hogy milyen kevesen fogadták el őt Mesiásnak. Kétkedve kérdezték maguk között, hogy ez a jelentéktelen ember hogyan is emelheti Izraelt világuralomra. Hadd kérdezzem meg, ez volt az Úr Jézus célja, hogy a zsidó népet világuralomra nevelje, hogy egy olyan birodalmat alapítson, amely birodalmak a Dániel próféta 7. fejezetében vadállatok által szemléltetett? Melyik vadállatnak a vadállat által szemléltetett korszakba ért Izrael ekkor, amikor az Úr Jézus ezt a példázatot elmondta? A negyedik. Dániel próféta nem látott több fenevadat, több ilyent, aki egy hatalmas birodalmat képvisel. Ez volt az utolsó állat, a római birodalom, amelynek vasfogai voltak, és hatalmas karmai, 10 szarva, és azt mondja róla Dániel próféta, hogy ez mindent szétszaggatott, és a maradékot a lábával összetaposta. Nos, ilyen birodalmat akart az Úr Jézus alapítani? Nem. János jelenések könyvébe majd meg fogjuk látni, hogy milyen birodalmat, csak röviden majd. Gondolataikban olvasva Krisztus így válaszolt. Mihez hasonlíthatjuk Istennek országát? Földi, úgy ahogy már elmondtam, földi kormányformák nem voltak alkalmasak erre. A mustármaghoz hasonlította, amikor kikel és felnő, minden veteménynél nagyobb lesz. A magban lévő csira úgy növekszik, hogy az Isten által beleplántált életerőt kihasználva hatalmas lesz. Már, amikor kihajt, úgy olvassuk, hogy a zsenge hajtása is vastag, életképes. Úgy, ahogy a földművesek meg tudják mondani már az első szakaszában a növénynek, persze, ha nem történik egy katasztrofális valami, egy jégverés, meg efféle meg tudják mondani, hogy na, akkor ebben az évben milyen lesz körülbelül a termés. Nos, az Úr Jézus által szemlélte, az Úr Jézus által a felhasznált növény Isten országának a szemléltetésére, az már kikelés után mutatta, hogy ez már pedig ez nagyra fog nőni. Pedig
amikor a farizeusok arról az országról beszéltek, gondolkodtak, amit az Úr Jézus készült megalapítani, a legkisebb volt. Azt mondja, hogy az akkori főemberek, főleg azok, akik a kormányba is részt vettek, mosolyogtak arról, hogy az Úr Jézust királynak mondják. Hogy az Úr Jézus egy új országnak a megalapítója. Mosolyogtak ezen a dolgon. Miért? Szerintük mi volt szükséges ahhoz, hogy az Úr Jézus egy új birodalmat alapítson? Ami a földi birodalmakhoz szükséges. Ők így gondolkodtak. Szükség volt hozzá a pénz, hatalmas pénz, a dicsőség, a hírverés, és szükség volt hozzá a tömeg, az emberek. Volt az Úr Jézusnál eféle? Nem volt. Nem volt. Se gazdagság nem volt, se tömeg nem volt, hanem volt egyéb. Volt egyéb. Krisztus ellenben írja a Krisztus példázatai című könyv, olyan elvet plantált a szívbe, az igazság és a becsületesség elveit, amely által lerontja a tévelygést és a bűnt. Azt mondja János apostol az első fejezetének, evangéliumának első fejezetének 12. versében, hogy aki befogadta őt az ő szívébe, és hisz az ő nevében, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiai legyenek. Erre gondoltak a farizeusok? Nem. Nem erre gondoltak. De az Úr Jézus erre gondolt. Krisztus országa a kezdetben csendben jelentéktelenül indult. És ez a mustármag által szemléltetett példázat a történelemben többször megismétlődött, de az a legnagyobb mértékben még eddig az Úr Jézus által alapított apostoli egyházban. Tudjuk, hogy amikor az Úr Jézus elmondta ezt a példázatot, csak néhány egyszerű halász ember volt körülötte. Ő ez volt a mag. És meddig fejlődött ez a picike mag? Az ismert világra elterjedt, és az egész világra elvitték az evangéliumot. Elvitték az örömüzenetet, hogy az Úr Jézus eljött, és meghalt érettünk, és kiszabadított, kiváltott Sátánnak markából. Na de ezt mi ebben a távlatban így látjuk. És a tanítványok is reméltek, hittek ebben. De hogyan látták a zsidó vezetők? Azok, akiknek társulniuk kellett volna az Úr Jézus művéhez, és segíteni annak az előrehaladását, a lendületvételét. Azt mondja Ésaiás proféta az 53. fejezetének második versében, a zsidó vezetők szemléletét írja le, felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Ígéretes volt az ők szemükben ez a növény. Úgy nézett ki előttük, mint egy száraz földből kiálló gyökér. Azt mondja a Jézus élete című könyvből, a 582. oldalról olvasom. Izrael vezetői azonban ezt a zsenge hajtást csak olyannak látták, mint valami száraz földből kiszakított gyökér. Fogták a növényt, és lábaikkal eltaposták. Azt gondolták, hogy örökre elpusztítják. A mennyei szőlősgazda azonban sosem veszítette szeme elől ezt a növényt. Miután az emberek azt hitték, hogy megsemmisítették,
A szőlőműves, itt egy szőlőhajtásról van máskülönben szó, fogta és újra elültette ezt a növényt a fal külső oldalára. A szőlőtő nem volt többé látható. Elrejtette az emberek durva támadásai elől. A szőlő veszője azonban átnyúltak a falon, tovább terjedtek, a beoltott ágak még mindig egyesülhetnek a szőlőtővel. Gyümölcset érlelhetnek, amelyekből az arra menők szedhetnek. Melyek azok a gyümölcsök ma, amelyekről az arra menők szedhetnek? Mit mondott az Úr Jézus? Máté evangélium 5. fejezetének a 13. versétől ezt el szeretném olvasni. Máté evangéliuma 5. fejezetének a 13. versétől. Igen. Elnézést, azt hiszem, hogy... De ti vagytok a földnek sói, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fénylék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Melyek azok a gyümölcsök, amelyeket még mindig szedhetnek az emberek? Ezek, amiket az ő követőitől elvár az Úr Jézus. Ő mindent megtett azért, hogy mi ezeket a gyümölcsöket teremhessük. Attól függ, hogy mi akarjuk-e. Amikor az Úr Jézus ezt a példázatot mondotta, csak néhány galileai egyszerű emberből állt az új királyság. Szegénységük, kis számuk mindig ott szerepelt azon okok között, amiért nem tanácsos ezekhez az egyszerű halászokhoz csatlakozni. A mustármag pedig növekedett, és ágait az egész világra kiterjesztette. Kezdetben a kegyelem munkája a szívben is alig-alig látható. Szó hangzik, fénysugár hatol be a lélekben, és ezt befolyásolja. Kezdete az új életnek. Kimérheti fel következményeit. Ez egy olyan dolog, amit emberi értelemmel, emberi bölcsességgel nem lehet felfogni. Láttunk már többen olyan embereket megtérni, akik azelőtt gonoszok voltak. Olyan embereket megtérni, akik azelőtt iszákosak voltak, akik azelőtt az ő családjaikat terrorizálták. És láttuk őket megtérni az Úrhoz, szelíd emberekké válni, lecsendesedni, olyan emberekké válni, akik miatt az emberek dicsőítik az Istent. Van a gyülekezetünkben egy fiatal ember, aki ilyen volt valamikor. Aztán bekerült a börtönbe, és a börtönbe megismerte az Úr Jézust. Most pedig hazajött, kiszabadult, hazajött, azóta már családot alapított, van egy kis fia, de az egyik szombatiskola alkalmával elmondta a tapasztalatát. Hogy azon a héten egyik nap át akart kerékpározni a szomszéd faluba a rokonait meglátogatni, és ahogy Nágocson az út kikanyarodik Andocs felé, az egyik út megy egyenest előre, de ahhoz, hogy Andocsra menjünk, elkanyarodik balra. Jött a kerékpárral, kitette a kezét,
és abban a pillanatban a fiatalakkal tele autó majdnem elsodorta, nem tartották tiszteletbe, hogy kitette a kezét, és ő balra akar kanyarodni. Bal oldalán végig rohantak a kocsival, kiabálva, meg fütyölve neki. És elmondta ez a fiatal ember, hogy ő valamikor szeretett verekedni, és ezt az esetet ő nem hagyta volna megtorlás nélkül, mivel hogy nem is mentek messze a fiatalok, mert a leágazás után nem messze ott a kocsma, oda mentek a kocsmába. Azt mondja, hogy nagyon egyből ugye a régi természete feljött, hogy menjen oda a kocsmához, és tegye rendbe őket. De eszébe jutott, hogy ő valaki másnak a szolgája. Ő már nem azt szolgálja, aki ezt tenné. Így aztán szépen bekanyarodott és elment a kerékpárral a maga útjára. Tehát ilyen az a kis mustár maga, amit az Úr Jézus elvet a szívbe. Felnövekedik, és az embert is átalakítja. Az ember is lelki téren nagyjá válik. Más értékektől, amit ezen a földön az emberek értékelnek, attól magasabbra nő, úgy, ahogy a mustár bokorfa felmagaslott a gabonák fölé. Ugyanilyen ez a mustármag is. Kezdetben nagyon kicsi ez a mag, úgy, ahogy már mondtam. Kezdetben népszerűtlen. A világ nagy emberei és a világhoz alkalmazkodó egyházak ellenzik, megvetik. Nézzük Keresztelő Jánost, Krisztus útkészítőjét. Egyedül élt, hogy fedje a zsidó nép büszkeségét és üres külsőségeit. Innen indul az a növény, amelyről az Úr Jézus akkor beszélt. Keresztelő János volt az útkészítője. Egyedül kiállt, és Izrael népét meg akarta reformálni. Aztán Keresztelő János után, amikor már a tanítványok megkapták a Szent Lelket, mégis azt írja a Krisztus példázatai című könyv, hogy nézzük az evangélium Európába érkező követeit. Pál és Silás, két szönnyek szövő sátorkészítő, misszionárus. Egyszerű, szegényes emberek felszállnak Troásba egy hajóra, hogy átutazzanak Európa szélére Filippibe. Ismerjük a fogadtatásukat Filippibe. De ha tovább pillantunk, akkor megláthatjuk azt a hatalmas munkát, ami elindult ottan. Aztán tovább azt mondja, nézd az idős Pált bilincsekben, midőn a Cézárok udvarában prédikálja Krisztust, egyedül hagyatva, hiszen ő maga tesz bizonyságot arról, hogy egyedül maradtam, mind elmentek mellőlem. Mégis azt olvassuk, hogy az evangélium úgy terjedett, gonosz Róma központjában, hogy még a testőrségből is tértek meg emberek. Nem törődve azzal, hogy ott vannak a gonosz császár közelébe, és hogy ez ki fogja végeztetni őket, ennek a növénynek növekedni kellett. És ők nem is úgy álltak hozzá, bocsánat, mint ahogy mi állunk hozzá az evangéliumhoz. Kedves testvérek, igaz, ez még a jövő dolga, de a mustármag nálunk, a mi esetünkben is nagyon meg kell növekedjen. Aztán tovább megyünk, és azt mondja a könyv tovább. Nézd Luther Mártont, amidőn ellenáll a hatalmas egyháznak, a világ bölcsesség mesterének. Nézd rá, Isten igéjét szegezi támadói ellen, kijelentvén itt állok, másképp nem tehetek. Isten engem úgy segéljen. Nézd tovább John Wesley-t, prédikálja Krisztust és igazságát a formaságok, érzékiség és hitetlenség közepette. Nézd oda erre a fiatal emberre, aki szívén hordja a pogány világ nyomorát,
könyörögve, hogy elvihesse hozzájuk Krisztus szeretetének üzenetét. Hallgass meg a nagy egyháziaskodó választ. Üljön le, fiatalember, ha Isten a pogányokat meg akarja téríteni, megteszi a maga vagy az én segítségem nélkül is. Igazuk volt ezeknek az embereknek, akik magukat az egyház vezetőinek tekintették? Nem volt igazuk. Pál apostol ezt leírja Korintusokhoz írt első levél első fejezetében. A 26. verstől olvasom. Mert tekintsétek csak a ti hivatásotokat, atyámfiai, hogy nem sokan hivattatok bölcsek, test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erősseket. Úgy a múltba, mint ma, vannak képzettebb emberek, vannak több talentummal rendelkező emberek, de valamilyen módon Isten őket nem tudja használni. Az utolsó nemzedéknél újra elv, persze ez már megvalósult, ennek a növénynek a növése előttünk a legfrissebb történet az az 1880-as években a Müller-féle mozgalomkor. Akkor is Istennek szent lelke megérintett egy embert, aki sok vívódás, vajudás után eljutott oda, hogy prédikálja azt az igazságot, amelyet a Szentlélek világossága által megértett. Aztán csodálatos isteni közbeavatkozással, hogy meghívták őt beszélni, mivel lelkész hiány volt, az Úr csodálatosan vezette, készítette, és egy akkora mozgalom már fejlődött ki, hogy csak Észak-Amerikába körülbelül egy millió követője volt. Aztán tudjuk tovább, hogy mi történt. A nagy csalódás, és a növény újra csak egy mag lett. Egy pár ember elindította az advent üzenetet. Amikor bejelentették, hatan voltak, és egy képletes összeg egy dollár bevétellel. Ezek az emberek bejelentették, beíratták az egyházok végén az advent egyházat, és azóta hatalmasan fejlődik. De az Úr Jézus nem vitte be még azt az elemet, ami elkezdődött, talán nem tévedek, ha azt mondom, a rostálás. Ez a növény számára nézve újra kicsike lesz. De az Úr előrelátása, ígérete szerint újra fává fog nőni. Jelenések könyve 18. fejezetének egy versébe úgy olvassuk, hogy Jánosnak megmutatta az Úr, hogy kelet felől jött egy angyal, és ennek dicsőségétől a föld fényessé vált. Ellen White-nak úgy mutatta meg az Úr ezt a történetet, hogy amikor látta a földön, csak apró kis pontokat látott. Aztán úgy mutatta meg neki az Úr, hogy ezek a pontok addig szaporodtak, amíg az egész föld egy fényes gömbé vált. Nos, az Úr azt akarja, hogy az ő népe erre készüljön, erre jusson el. Hiszen ez a picike kis mag, amelyet az Úr Jézus elindított, és amelyet most mi képviselünk, ez nagyjá lesz. A jelenések 7. fejezetében az Úr kijelentett valamit nekünk. Jelenések könyve 7. fejezetének a 9 és 10 versét szeretném felolvasni, ez befejező gondolatként is. Azután láttam, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetségből,
és ágazatból, és népből, és nyelvből, és a királyok előtt, a királyszék előtt, és a bárány előtt álltak, fehér ruhába öltözve, és az ő kezeiben pálmaágak. És kiáltottak nagy szóval mondván, az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Nos, ez a kis mag fejlődni fog. Úgy, ahogy ebbe a kis magba Isten beleültette az élet erejét és mindent, ami szükséges ahhoz, hogy ő azzá növekedjék, amivel kell neki növekedni, Isten úgy ültette az ő népébe, ebbe a kis magba bele azt, úgy, ahogy mondják modern nyelven, hogy belekódolta a génjébe, azt, hogy mivé kell váljon. Pál apostol, amikor az eljövendő dicsőséget az akkori hívők elé tárta, azt mondta, vigasztaljátok egymást te beszédekkel. Nos, kedves testvérek, én azt mondom, ne csak vigasztaljuk, hanem lelkesítsük egymást ezzel a reménységgel, az Úrnak ezzel az ígéretével. Hogy ez a kis mustármag, ez növekedni fog és hatalmassá fog válni. Tudjuk, az Úr még az Ószövetség ideje alatt elmondta ennek a módját, az útját. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemtől. Ettől öntözve, ettől táplálva ez a kis mustármag meg fog növekedni, és fává fog növekedni. És Istennek ennyi népe lesz. Aztán láttam, és egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott. Minden nemzetségeből és ágazatból. Na most mondhatná valaki azt, hogy jó, biztos, hogy sokan voltak azok is, akik engedelmeskedtek az Úrnak. Na de hányan voltak azok, akik Kaintól származtak, és aztán betöltötték a földet? Mégis ez a nagy sokaság Isten szemében nem nagy. Az a sokaság nagy, aki Ábel és Sét útját követték. Ezek lesznek nagyok, mivel megmaradnak. Mivel örökkön örökké élnek az Úrral. A többiek pedig azzal együtt veszik jutalmukat, akire hallgattak. Sajnos el fognak tűnni. Ezt viseljük azért a szívünkön, hogy akit csak lehet, az evangélium üzenete érjen el, azok a gyümölcsök, amelyeket az Úr Jézus azt akart, hogy az emberek szedjenek belőle, táplálkozzanak ezzel, az a gyümölcs folyamatosan meglegyen. Ti vagytok a világ sói. Ti vagytok a világ világossága. Az Úr kijelentette Ellen White által, hogy az a kis mag, az a kis hívő csapat, akik szívből szeretik az Urat, ezek miatt tart az Úr vissza sok mindent ebbe a világba. Sok minden olyan rosszaságot, olyan katasztrófát, amit Sátán elvégzett volna már. Az Úr ezek miatt sok mindent visszatart. Ezért hát legyünk tudatába annak, hogy az Úr miért hívott el minket. Azért, hogy nagy fává nőjünk, hogy a gyümölcseinkből szedjen a világ, hogy megízesítsük ezt az ízetlen világot. Az Úr legyen velünk, és az Úr segítsen meg, hogy betöltsük küldetésünket. Amen.